Sziasztok! Ebben a videós dologban, most üzenetben három dolgot fogok érinteni, jó nem négyet. Az egyik az az, hogy múlt héten készült egy videós üzenet, nem tudtam föltölteni, mert ez a kis 500 forintos kis pütyök, amivel föltöltöm a dolgokat elszáll, de már csináltam egy újat, úgyhogy most majd ez valószínűleg föl fog tudni venni. Tehát akkor ezen kívül három dolog. Az első dolog az, hogy múlt hét végén, tehát most vasárnap tesztelni akartam játékokat, és kiírtam az időpontokat a kalendárba, aztán elég szarú voltam, de ettől függetlenül a játékok lementek, leteszteltem őket, megnéztük őket élőben, és volt az új Lego, ami a film alapján ez a movie video game volt. Számomra egy érdekes dolog volt, láttátok, hogy hogy szenvedtem vele, hogy bénáztam, ezzel kapcsolatban jön majd a 3-as számú, ahogyha majd előre megyünk, de most akkor vissza. Nem tudtam átállítani a felbontást, tehát vezettem a Start Select-tel, próbáltam kivenni a gamepaddel, és nem sikerült. Így 1024x768-ban volt ez az adás. Aztán érdekes módon a végén, akkor ki akart lépni, Esc-et nyomtam, és bejött a felbontás, meg minden. Szóval én tudom, hogy sokszor bénázok így a játékokban, de ez sokszor azért van, mert egyszer úgy vannak megírva a programok, hogy az ember csak döbbenet, hogy 5 perc után nem tudok egy felbontást állítani, és akkor egy véletlen billentyű megnyomására billentyűvel látom váltani, mikor az összes cuccot a gamepadről el lehet érni. Na most nem is erről van szó, a játék számomra kicsit csalódás volt, főleg az eleje, aztán utána viszont egész jól beindult a kaland. Tehát amikor tehát alapvetően egy ilyen olyan faszival vagyunk, aki most nem egy szuperhős, hanem egy sima munkás, aki építő munkás, ilyen mindenfajta. Szóval több emberrel lehetünk benne, most ezt jól megaszontam, úgymond. Na, a lényeg az, hogy elég az elején az első 30-35 perc tök unalmas. Olyan, hogyha azt mutatnám meg, hogy milyen unalmas az átlag ember élete, aki elmegy dolgozni nap mint nap, és akkor belecsöppen a kalandba, meggyanúsítják valamivel, akkor jön egy arc, azt kiszabadítja, akkor többen megtámadják, robotok, lézer, és onnantól egész érdekes kezd lenni. Tehát azt mondom, hogy talán abból a játékból a későbbiekben még egész jó játék is jöhet ki. A másik játék, amit leteszteltem, az a VRC Power Slide volt, ami tavaly már megjelent a Milestone-nak a rallis játéka, tavaly megjelent már Xbox 360-ra, és nekem nagyon tetszett. Láthattam, hogy élveztem. Igazából egy dolog van, ami nem tetszett benne, hogy egy adott pályán háromszor végig kell mennünk a három kategóriával, tehát az egyes, kettes klassz osztályú autókkal, illetve a VRC-vel, és ezen így végig kell mennünk, és tehát minden pályát háromszor meg kell csinálni, akkor adja be a következőt, de mondjuk sokkal több szórakozás. Kezdetben easy volt, a nagyon könnyű volt, médiumra átéve viszont már nagyon fölbosszantott a játék, mert ott már eleve olyan aljas módon csinálja a dolgokat a játék, hogy csak na, káromkodtam. Ez volt az első, amiről beszélni, nézzük a kettes számú dolgot. A héten holnap, jegyezzétek meg, aki szeret élőben nézni, olyan sokan nem, de akik néznek, azok biztos örülnek neki. Tehát holnap itthon leszek kedden, és holnap fog megjelenni sok játék, hivatalosan. Az egyik, ami engem érdekel, még mindig maradva a felhádésított klasszikus vonalnál, ugyebár láthattuk, hogy hónap végén jön már Resident Evil 4 HD, akkor volt már egy Fable Anniversary, amit én leteszteltem, az is egy HD-sított verzió volt, és most ebben a nyomvonalban kiadják a Far Cry Wild Expedition nevű kiadványt, amiben mind a három Far Cry, Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, illetve a... Hú, de gyorsan akartam mondani... az a Dragonos, na mindegy, szóval 4 darab Far Cry ez bele lesz csomagolva, és külön ki fogják adni, 11-én jelenik meg, február 11-én holnap a Far Cry Classic, ami az eredeti játék, semmit nem nyújtak hozzá a kódhoz, a játék ugyanaz, csak sokkal szebb textúrákat kapott. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy újra játszhatok az eredeti Far Cry-el a dzsungelben, meg minden, szóval úgy, ez úgy érdekes lesz. A másik, aminek már demóját megnéztük, ez a Final Fantasy 13, Lightning Returns. Ugyebár az eredeti játékhoz képest, vagy az alapötlethez képest finomítottak a harcrendszeren, állítólag sokkal populárisabb lett, igazából könnyebb lett. Nagyon látványos harcok vannak benne. A holnapi nap folyamán, ahogy megszokhattátok, remélem ezt a két új játékot, a Far Cry Classicot és a Lightning Returns-t tudom mutatni nektek majd élőben.
Aztán a harmadik dolog, hogy először terapia folyamán megfogalmazódott egész normális jellegű kritika az oldalon, az én munkámmal, vagy szórakozásommal, hobbival kapcsolatban, hogy mit kéne változtatnom, hogyan. Teljesen normális volt a srác igazából, remélem, hogy srác, szerintem biztos, hogy fiú volt. Alapvetően abszolút nem sértődtem, meg alapvetően nem is vettem magamra. Igazából neki nem tetszik, sok minden nem tetszik. Igazából az van, hogy sokszor azért bénázok a játékokban, megmondom őszintén, mert tehát ki se próbálom, úgy indítom el, megmutattam, aztán sokszor még a gombokat sem tudom tényleg, hogy hogyan kellene, illetve az angol tudásom az hagy némi kívánnivalót maga után. Lehet, hogy ilyen esetek miatt nem kéne ilyen tesztelésre foglalkoznom, mert inkább leégek, de hát ez van, szóval... Azt mondom, hogy írta, hogy valószínűleg nem lesz sok feliratkozom, mert máshoz, aki igényes munkát készít, ahhoz mennek a feliratkozók. Persze, hogy szeretném, hogyha több feliratkozó lenne. Alapvetően most már túl vagyok azon a dolgon, hogy bármilyen dolgon így besértődjek. Alapvetően a chips és kólát jelenleg, ezt most hozzáteszem, a saját szórakoztatásokra csinálom. Tehát nem a ti szórakoztatásokra, hogyha valakit érdekel és megnézi szívesen a videókat, ezeket az extrákat, annak igazából örülök, de alapvetően azért készül itt minden, mert engem teljes mértékben kikapcsolt. Tehát az azt jelenti, hogy most is megyek dolgozni, héten is megyek többször, ide leülök, játszogatok amit is a játékokkal, elindítom, fölveszem, tehát alapvetően egy kikapcsolódási forma, hobbi, ami bízom benne, hogy több mindenkit érdekel. Persze, biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek tetszik, mert nem mindenki csinálná így, ahogy én csinálom. Most már teljes mértékben ennyi év után, 2008 óta, most már eltelt több mint 5 év, amióta elkezdtem azt az egészet, megbékéltem azzal, hogy itt nem lesz felfelülő karrier és pályafutás. Hát ez van, így ennyit akartam mondani. Remélem, hogy a ő is állandó nézőm lesz, és hogy valamilyen szinten biztos, hogy az majd fog fejlődni ez a dolog bennem, rajtam keresztül valahogy. Na, ennyit akartam mondani. Ezek a dolgok voltak, amik úgy foglalkoztattak. Ne felejtsétek el, holnap, kedden több adás lesz. Far Cry Classic, illetve Lightning Returns biztos. Aztán még az is lehet, hogy még a régebbi játékot is előveszünk, lesz retro, nem tudom. Na, szevasztok, minden jót. Jó hetet mindenkinek!